无聊制造法。Ott van, oda nézzetek, ott a budi, hát a legfontosabb helyiség. Sziasztok! Ebben a videóban most megmutatjuk nektek, hogy mi mivel foglaljuk el magunkat. Hát ugye most már lassan második hete vagyunk itthon, így aztán minden képzelőerőnkre szükség van ahhoz, hogy feltaláljuk magunkat. Amikor végre már nincs tanulás, nincs munka, hát akkor is valahogy... hogy is mondjam, szórakozni kell, mutatjuk, hogy mi miket találtunk ki. Ne felejtsetek el megnyomni a feliratkozás gomb mellett a kis harangot, azon belül is az összes szócskát, mert így minden videóról értesítést fogtok kapni, nem maradtok le egyikről sem. A karantén például arra is jó, hogy az ember a kertjében régóta halogatott munkákat végre elvégezzen. A gépet imádom, komolyan olyan régóta vágytam rá, hogy legyen lombszívónk. Ősszel végre tudtunk venni, de hát most a tavasz van, mert nem próbáltuk ki. Most viszont igen, és nagyon örülök neki. Most én is kipróbálom. Ez az, Molly, csináld! Van itt még mit felszívni. Aztán persze olyan is van, hogy az ember rég elfeledett és gyakorlatilag megunt játékokat vesz elő újra. Hello, drágám! Hello! Hát mi folyik itt? Éppen puzzle-ozom. Puzzle. Gyerekek, nem raktunk ki puzzle-t szerintem évek óta. Ezeket száműztük valahova fent, a, nem is tudom, a fiók mélyére vagy a polcok mélyére. Hát ez például, ez a puzzle, ezt 6 éves korában kapta Molly, vagy valahogy úgy, és akkor rakosgattuk ki, Molly most 12. Tehát ebből is látszik, hogy milyen régen, nem? Most már az utolsó darabokat rakod, ugye? Aha. Én nem is értem, miért jutott újra eszedbe, Molly, hogy ki kéne rakni egy-két puzzle-t? Pakoltunk fönt az emeleten, és így megláttam, és mondta anyu is, hogy ez tök jó lenne újra kirakni, és mondta, hogy tényleg, vigyük le. Na szóval látjátok, milyen érdekes dolgokat fedez fel az ember újra. Jó, hát vannak azért köztük ilyen kis babásak is, amik tényleg, tényleg már nagyon kis babásak, de van ilyen tök jó 600 darabos ezek a hőlégballonok, aztán van ilyen sütis, tök jó, azt szerintem miattan vettük. Na szóval, puzzle, rég elfeledett, megunt játék, most újra éled. Szerintem ti is nézzetek körül a szekrényben, vagy a polcok mélyén, mert biztos találtok olyan játékot, amit már régen elfelejtettetek. Vagy ha nem is felejtettétek el, de azt mondtátok most az utóbbi időben, hogy jó, hát ez már túl kisgyerekes, ez már nem érdekel, ezzel már nem játszunk. De lehet, hogyha most előveszitek, akkor megint élvezetet találtok benne. Hát végül is a kényszeres bezártság idején bármi, bármilyen játék felértékelődhet. Aztán van olyan építőjáték is, mint a Lego például, amiből, amikor Molly kisebb volt pár évvel ezelőtt, egy egész várost vettünk. Mindenkitől azt kért a születésnapra, karácsonyra, mindenféle ünnepre azt kért, mert ugye ezek nem olcsó játékok, ezért direkt mindenkit megkért, hogy adják össze a pénzt, és ilyet vegyenek, mert hogy imádja a Legót, úgyhogy ebből nagyon sok van, de ezek is a polcon porosodnak, most már hosszú évek óta. Most ezek is előkerültek. Érdekes módon, mikor bementünk a szobába, akkor mind a kettőnk szeme megakadt rajta Molly szobájába, hogy jé, itt vannak a Legók. Nosza, most újra hasznosítjuk őket. Na drágám, miket találtunk? Mutasd be őket! Ez itt egy ilyen átöltöző szoba, itt szoktak átöltözni, ja, amikor megy valami koncertre. Átöltöző. Igen, aha. Mivi. Akkor itt egy világító torony. Hú, tényleg ez egy világító, új, ez volt az én kedvencem. És egy fagyizó egyben. Ha megfordítod, akkor hátul van benne ugye egy lakás. Igen, az anya kedvence volt. Üzlet, meg egy lakás. Itt egy térkép benne. És ami a legfontosabb persze, hogy van benne WC is, nézzétek. Hát a legfontosabb helyiség. WC papír is van benne? Az nincs benne, Molly. Ennyi, ennyi. Jó, de hát ott fönt a polcon van valami, az akár WC papír is lehet. Azt hiszem az na jó. Szóval van egy busz. Turnébusz, vagy mi ez? Busz, igen. Fú, de jó, igen, ilyen rockstarok turnébusz. Azt, oda néz, sminkelő asztallal, nem tudom mivel. Van levél, tévé, és itt szoktak föllépni. Ó, itt a fellépő színpad. Hát van itt minden. Ezeket most újra felfedezzük. És tadám! És hát a leglényegesebb helyiség a fürdőszoba. És még lámpa is van. WC-vel. A mindenit, oda nézzenek. Hát én nem is értem, ez a WC papír... Mi ágy is van benne?
még ágy is van. Nagyon meg. Ez a WC papír most nagyon felértékelődött, de ezek szerint már a legókban is, mert már évekkel ezelőtt is az összes ilyen házikóban, buszban, mindegyikben. Budi az megvan. Jacht. Hajó, van egy vagy óriási jachtom. Itt be lehet látni, itt szoktak aludni, ott van két ágy. Tényleg, ott van két ágyikó. Aha. Ide ki lehet ülni. Oké, értem, de hol a Budi? Ja, van ilyen. Az a legfontosabb. Itt van hozzá egy jetski. Hú, tényleg jetski is van. Amit hozzá kötöttek. Fú, és alatta van, az erre igen. Rá lehet állni, és akkor húz a jetski. Ja, tényleg lehet nagyon így végbordozni, így, vagy mit csinálni kell, vele. Ezt így leveszed. Itt ezt kell megfogni, ide ráteszed, felveszed ezeket a léceket. Ezeket olyan, mint a síléc. Ezt felveszed, és ezt megfogod. Hűha. És akkor húz a jetski. A mindenit, oda nézzenek. Na jó, de hol a Budi? Továbbra itt van se delfin, tudom. Delfin, vannak delfinek, ezek nagyon cukik. Ez biztos, ez de hol a Budi? Itt egy zuhanyzó. Tuti, hogy a... volt Budi. Itt egy csúszda, be lehet csúszni a vízbe. És hoppá! Hoppá, már mi hoppá. Is le is kaptuk. Nem, ez ilyen. Ezt ja, ezt le lehet szedni. És megvan. Itt a Budi. Oda nézzetek. Minden van, igen, tehát a két ágy, a mosdó, a Budi, nagyon fontos. Még hangszórók is vannak. Konyha, tök cuki. Konyha, hú, oda már látom, ülni. Hogy mennyit fogunk ezzel játszani már megint, vagy ezekkel. És hogyha kaja kell, akkor itt a piac. Itt a piac, itt van sárgarépa, meg kenyér is van. Itt van, tessék, egy ilyen kis bagett. És belül még jobb. Bum, van cseresznye, azt a banán cseresznye, az egy élelmiszerbolt, itt van fönt egy ilyen kis lakás. Hát itt nincs Budi, ami elszomorít. Dehogy nem! Ott van, oda nézzetek, ott a Budi, hát a legfontosabb helyiség. És ebben a jachtban még itt el is van dugva egy ilyen hűtő, amiből ki lehet venni. Mi van a hűtőben? Egy narancslé. Narancslé. Azta. Na jó, nézzünk még egy pár dolgot. Még fagyi is van, de nincs hűtve, szóval ez ilyen örökkön. Örökfagyi, így van. Itt egy medence. Hát most ugye ez nyilván zárva tart, vagy lehet, hogy a Legolandben nincsen koronavírus, úgyhogy lehet menni. Ugrani. Oda nézzenek. Nagyon van egy jó. Csúszda. És itt még elmehetünk kirándulni a dzsungelbe. Igen, mert ez a kedvencem, egy ilyen ez a kedvencem. Dzsungeles. Ez valami kaja, de ez a kedvencem. Ez valami kaja, és még ott kávézgatni is és lehet az indák ezt, tetején. Ezt figyeljétek! Ja, nem, azt tudod mi, de igen, az egy vízesés. Na jól van, oké. Okay. Na látjátok, rég elfeledett, megunt játékok, amiket félretettünk egy sarokba, vagy esetleg kiselejteztük már a kamrába, mert volt olyan is, amit oda akartunk adni valaki másnak, oda is adjuk majd. De most megint egy kicsit új életre keltek, most megint, hogy is mondjam, megtanultuk őket értékelni. Na de aztán, van olyan játék is, amit már korábban egyszer bemutattunk, amit simán egy pohár vízzel tudtok játszani, az a gurgulázós játék. Most ezt mutatjuk be. A szánkba kell vizet venni, mint hogyha gurguláznánk, csak hogy nem ennyi a feladat csak, hanem ezzel kell szavakat mondani, vagy énekelni valamit, és a másiknak ki kell találni, hogy mi volt az a dal, vagy mi volt az a szó, amit mondtunk neki. Gyermekek. Mi? Gyermekek? Micsoda? Mondj még egyszer! Gyermekekék? Ez teljesen értelmetlen szó, de én ezt értettem. Nyereményjáték? Hát a legjobb indulattal is gyermekmeséket hoztam ki a dologból. Na jó. Ez jó, azt ismerem. Bocibocitar. Na, tök jó! Hú, de jó boka! Süsvel nap! Mm-hmm. Oh, de jó! Ez klassz! Buga! Csidorka gyerek! A cicák mi a hullanak a fáról? A fára?
tapogatózom, csak nem a cica hullik a fáról, hanem valami gyümölcs. Mi az, ami színe? A szilva. Igen, úgy van, hullaszilva a fáról. De ezt nem ismered. Nem ismered? Pedig tök jó kis nóta. Ha van esetleg otthon pillecukrotok, akkor nagyon jó pofa játék ez a pillecukros. Tudjátok, addig kell tömködni a szátokba a pillecukrot, amíg a értelmes... Csabi Bani kihívás. A Csabi Bani. Amíg értelmes szavakat tudtok kiadni, nagyon vicces, mutatjuk. Ez egy aranyos, kedves játék. Ilyet szerintem játszani kell otthon a családban, mert ez vicces, ezen jókat lehet nevetni. Minél több cukrot tudunk úgy a szánkba venni, hogy még értelmesen ki tudjuk mondani azt a szót, hogy Csabi Bani, vagy Csacsi Csabi, vagy mi? Csigabiga, Csecsebecse, tök mindegy, bármelyiket ki lehet mondani, na akkor az lesz a nyertes, aki több cukorral tudja ezt véghez vinni. Csigabiga. Hova raktad ide? Bedugtad hátra? Atya Isten, oké. Úristen, mint amikor az ember fogorvosnál van, és tele nyomják a száját ilyen tamponokkal. Csigabiga, oké. Úristen, mint akinek bedagadt a fuga. Csacsi Csabi, jó, oké. Ez még tök oké, 3 cukor. Te is számolj magadnak, már ugyanott tartunk körben. Csigabiga. Nyomd úgy hátra. Majdnem kicsúszott. Csigabiga. Talán távolasztom. Mostan. Igen. Csütöpöcsö. Azért nem jó közben röhögni, mert az ember kiköpi a cukrot. Csacsi Csabi. Gyerekek, szerintem adtunk egy pár jó ötletet, hogyha gondoljátok, ti is írjatok nekünk, hogy ti mivel foglaljátok el magatokat, ti adjatok nekünk ötletet. Szerintünk ezek jó pofák, jókat lehet rajtuk nevetni, most ez a lényeg, hogy őrizzük meg valahogy a jó kedvünket a kényszerű bezártság ellenére is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Ha gondoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, ha tetszett, és legyen nagyon szép napotok! És nyomjátok meg a feliratkozás gomb melletti kis harangot, és nyomjátok rá, hogy mindegyik értesítést szeretnétek megkapni. Így van. Sziasztok! Sziasztok!